Hamar vége lett a zenének. Ja, jó, oké. Ez így működik valahogy, így azt hiszem. Hát szevasztok! Gyorsan közben elindítottam a Immortanszt, úgyhogy muszáj vagyok gyorsan megnézni a két lépcsős hitelesítés az a kódot. Szóval szevasztok! Hello ott, üdv kedves internet! Mi a helyzet, srácok? Gyakorlatilag ugye kis péntek van, mert holnap után már szombat, vagy valami hasonló. Már nem kimásoltam a kódot, nem is lehet olyat. De gáz. Hogy telik a hét, hölgyek, urak? Nem tudok gépen is egyszerre beszélni. Azért az durva. Ez azt jelenti, hogy lesznek ma a problémáink. Folytatás? Elkúrtam az írást? Hát igen. Érdekes. Két egymás után a következő számot már nem úgy írok le, mint régen. Pedig régen olyan pengén gépeltem. Nagyon az, hogy nem igaz, de hogy... Kell-e nekem valami ebédre holnap a palihoz? Ez egy elég konkrét kérdés, valamint felvett kérdést seket, vagy több kérdést, hogy ki az a pali. És hogy miért kell nekem vele ebédelni. És hogy vajon palinak mik a szándékai a holnapi ebéd során. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egyéb iránt. A srácok, hát mondanám, hogy készültem a mai streamre bármivel is, de azon kívül, hogy kiírtam Facebookra, meg Twitch-en update-eltem a naptárat, hát nagyjából ennyibe került. Csak mondjam, mit mondjam? Hogy mi kell holnap Palihoz, attól függ, mit szeretne Pali. Ha a furcsákat, akkor sok alkohol. És nem emlékezek le. Viccelek. Nem kell semmi amúgy. Szóval... Rohadtul nem olvastam mostában vicces híreket sem, ami így a gaminghez köthető, amit most így el lehetne mondani. Egyem meg. Mit tegyek meg? Nem értem. Jó. Ha jó, akkor jó. De még csak így technológiához kapcsolódó cuccokat sem az utóbbi két napban, hogy így arról meséljek, úgyhogy nem nagyon tudok így nyilatkozni ilyen témában, hogy így felvezessem a mai műsort. Egyszerűen hát annyit dolgoztam, meg szegeltem dolgokat, hogy így mondjuk lécet, bár ugye ez nem igaz, mert hogy nem, na mindegy. Szóval nem nagyon. És hogy így a kis random maradék időmben, amikor így nem foglalkoztam munkával, akkor így nem találkoztam semmi viccessel, ami így fura. Hogy azért ennyi időnként azért így szokott. Mindegy, több idő maradt játékra. Hát ma igazából folytatjuk azt, amit hétfőn elkezdtünk. Pergetjük tovább a picit az Immortals-t, hogy haladjanak a próbák. Itt eszembe, hogy nem állítottam be a kézi készüléket. Szóval, hogy pergetjük tovább a próbákat, hogy haladjon a DLC. Mert tudja a túró, hogy mennyi van még belőle hátra. Meg hátra lesz benne valami izgalom, bár erősen kétem. Utána meg nekiállunk és gyomláljuk a kertet. Csak hogy kicsit haladjon az is. Szevasz Nándor, köszönöm szépen. Nem tudom, már olyan belefásulás van a Félixhez, vagy a Félixben. Így nem tudom. Hát, ha van benne valami izgalom, de hogy így ilyen végigjátsszuk, mert miért ne legyen meg egybe, ha már végigjátszottuk a sztorit. Azt hittem, hogy hirtelen így töltöd be. Azt hittem, én vagyok Hephaistos. De nem. És bízunk abban, hogy a többi DLC jobb lesz. Ajaj. Ez így gond, egy pillanat.
Kicsit hangos. Mindjárt. Dolby Surround. Visszadugtam. Csak fel volt csavarodva a kábel. És így nem tudtam volna mozgatni a nagy hombár fejem. Hiányzik egy kis játékhang. Az előbb beszűrődött a mikrofonba, nem? Megint nem működik ez a szar. Most van, most nincs, most van, most nincs, most van. Most talán van. Most van hang. Jó. Ismételten szétdobál ez a... Hohej! Ez a szutyok program. Meg kéne már csinálni a rendes stream decket, bár... Hát azt is meg látom, hogy csinálni, arra, hogy némi csomag, némi csomag. Na mindegy, majd. Mondanám, hogy majd talán a hétvégén, de hát... Ez a nagy oldalszél amúgy. De hát az a baj, hogy már annyi dolog van hétvégére, hogy az... Azoknak se vége, se hosszú. Na, mit kell itt csinálni? Most mind a két dobozt át kell vinni, vagy csak az egyiket. Így átviszi. Mindig elfelejtem, hogy nem a B-vel kell ledobni, hanem a Z-vel. Ez a... Hogy? Ezt nem tudja elkapni, hogy... Mi van ez? Ez csak a mágneses és csak a fémet kapja? Aha. Akkor ezt dobjuk bele, nincs más hátra. A cicás megy bele. Ja, azt elfújja a szél. Értem. És ennek így mi értelme van? Kezdődik. Mi van? Ott van egy szélfúvó. Ó, oh, kimentem volna, értedek? Köszönöm. Juhú, egy korsó. Forró feje. Na, akkor mit kéne itt csinálni? Ott van a doboz, meg ez a valami. Ezt gondolom ez a... kötött giroszkóp, vagy nem tudom mi. Ez a szelet irányítja. Ja igen, az... Aha, hogy az ugye átfújja. Most így végtelenszer fog lezuhanni a... doboz, a másik. De hogy ide kéne mind a kettő? Így már legalább értem, hogy mit kellene csinálni. Egy örök hulló doboz. Fordulj meg. Majdnem elkaptam. Jön, jön, jön. Igen. Értem. Majdnem.
Ez a köcsök szél minek kell ide amúgy? Most megint lefújja. Ez az, tedd le. Egyszerű. Hát igen, innen gondolom nem ugrok. Vagy át tudok innen ugrani? Oda. Nem ez lesz a metódus. Küldjem át az cső, azt én meg itt átugrálok valahogy. Vagy csak be kell dobálni. Jön másik. Áó. Ugye, hogy úgy? Igen? Ezt meg nem fújja el a szél. Majdnem ráment még a helyére is. Hopp! Lelőttem foszfort. Szegény foszfor. Nem esett le, és ez a lényeg. Fúj a szél azon az oldal. Hát igen. Úgy kell áthozni a dobozt, hogy itt a végén. Úgy át kellett volna ugrálni, azt lehúzni, de mindegy. Jó, rájöttem. Ugye durván néz ki ott a felső rész. Zseniális. Még belaggolt. Előbb rátesszük a helyére. Hogy és ez hát akit akarja felett teljesen. És akkor nem fújja innen le. Így. Rájöttem. Minek ad életet? Ja, ez nem élet, az... meg itt az élet is. Extra energia. Itt van valahol. Nincs. Nincs extra loot, amit meg kell csinálni. Megvan a doboz. Sejthattam volna. Kezdődik. Kacsák, hallom a kacsákat.
mondjuk ezt most így nem tudom miért jó, de hogy vissza csak hozni kell. Hát igen. Jó, ezt átmozgatjuk a helyére. De én most az sincs, várjál már. Hogy ezek így középen tartják, hogy pont arról fúj a szél, ez csá. Hogy nem. Nem. Ó, de most gondolkodni kell, ami most annyira nem megy. Vagy ezt én így... Itt lecsapta a szél. Még jó, hogy így zuhanás közben, hogy nem tol el. Lehet, hogy... ...hogy ezt célszerűbb lenne ide tenni. Mert nem megy meg... ...kb. Semmit nem takar ki. És már le, hát ezt úgy lefújja innen a szél, mint a pény. Vagy ott is lyuk van. Ez a genyó nagy szobor sem segít semmit. És hamarra fúj. Még nem tudom, ezzel mi vagyunk, mivel vagyunk előrébb. Nem biztos nem tudok oda beugrani. Valami ilyesmi. Ezt nem halt meg. A mocsokja. Működött. Így kell elkerülni a leesést. Újra tervezés. Igen, az ott úgy ott marad, azt vágom. Jó, hát ez a hang. De ennek így az égető világon semmi értelme nincs, mert ez csak segít rajta, hogy még tovább tolja. Hogy megfordul a szélén, nem tudom. Hogy te? Na gyere csak ide! Én ezt ide leteszem.
Jó. Remélhetően most jól van beállítva. Mert ez pont arra fú. Egy. Csak meglett. Kimatekoltam. Zimblán fizika. Csak ki kell fizikálni. Mi lett volna, ha néha azért generálnak egy újfajta templomot is? Nincs semmi. Semmi extra, amit fel kéne szedni, úgyhogy nem tudom ezeknek mi értelme van. Milyen lehet megváltoztatni a szállat? Mi? Értem. Ó, ott le kell csapni a mozgó extra energiákra. Már jól átrepültünk rajt. Megvan. Hát... With all the flying and climbing you do, Hát vagy ott a benzin, vagy a gázolaj, vagy mivel megy a repülő, a felhajtó erővel. Jól van az, jó lesz. Hué, szóval, hogy ezt is csak el kell csípni, ami itt van. Erre nélkül nem lesz jó. Nagyon jó. Hát... tehát... valahogy át kéne... repülni a sziklák között. Jó lesz ez. Ma nincsenek olyan gyors reflexeim, mint amúgy amilyen lassúak szoktak lenni. Szóval most attól még sokkal rosszabb. Jó, így is lehet. Ó, van a gömgenyó, ott jön. Gyerünk! Ez az, elrepültünk két a lézer között. Ez is meg. Hol van az utolsó? Ott van. Ez az. Easy. Elsőre. Most a mellé húlik a platformnak. Hirtelen azt hittem, hogy így van a levegőnek fizikai ráhatása a épített pályára is, de nincs. Azt tudom, hogy lebeg ez a nagy zászló, de ez itt mereven áll, mint egy szobor. Miért kezdődik megint? Jó, hát gondolom ezt fel kellene oda pattintani, csak akkor ez el fog repülni, úgy, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja. Mindegy, majd jön itt a másik, úgyhogy ezt oda feldobni. Úgy. Mondom, ez így lendül mozgásba. Legalább láttuk, hogy mi van a dobozban. Mi az úgy leviszi a... kis dobozt? Ez igen? Jó, akkor átjövök, értem. Nem tudom, miből van ez a doboz, hogy mindentől így... tétesik. Ez igen, lelökött a...
Lelökött a doboz a platformról. Na, hozzad fel. Elkapta. Kész. Itt nem sok platform van lent. Hey, innen nem látok rá. Akkor beljebb toljuk. Hát, ha úgy rálátunk. Még? Mi fér? Még mindig fél egy kicsit. Vagy kijebb is toljuk, hogy az még közelebb van. Jó, kb. Na így, így már jó. Meglátjuk, mi történik. Ez nem az a kalapács, ami most kell. Igen. Nem jött fel sem. De ez most így, hogy amúgy. Nem! Kap be akkor. Ezt ráteszem, ez segít valami? Gondolom nem. Hát semmi. Szóval megkerülöm, akkor mi van? És te könyvű válaszot nem csinálom meg. Semmi. Lehet menni tovább, az cső. Ennek ugye így nem sok értelme van. Nem tudom, hogy a játék végén nézegeti a... azt, hogy megvan csinálva az összes, de ez így érdekes. Na jó, de hát fizettünk azért, hogy ezeket a szardobozokat pakolgassuk, úgyhogy megcsináljuk. Rájövök, hogy hogy. Miért nem be... on vagy doboz? Hogy? Ugyanazt kell csinálni, mint az elsőnél. Na, gyere már fel vele. Nagyszerű. Megvan a doboz. Ide letesszük. Kb. Állj meg, nagyon jó. Hú, de jó vagy. Hogy most megváltozik a szélirány és bedobjuk oda mögé. Vagy dobnánk. Még jó, hogy a játék egyik leggyengébb része ez a doboz pakolászós fizikai szarakodás volt. Jó, hogy ennek szenteltek egy külön DLC-t. Félixnek a történetében semmi más izgalmas nem lett volna még. Miből lehetett volna egy DLC-t csinálni, csak a... dobozpakolás. Hey! Majdnem elment. Ez most messze volt, vagy mi? De amúgy most jó a szél, nem?
Igen, mert azt ott kitakarja, az a nyomi doboz. Vagy hát húzom ide, és lerakom. Ez mi a véreres, kékeres volt? Ötlet? Milyen ötlet? Tovább hozott az autószív. Miért? Nem bírom. Igen, megkerültem a kaput és az autószív ugyan. De hogy... Na jó, hogy külön ezért a DLC-re nem fizettünk semmit. Menj! Menj! Nagyon jó. Nagyszerű, jó vagy. Na-na. Igen, jól működik a fizika a játékban. Nem, amit akartam, az nem jó. Vagy... Húzzam ide át azt. És ezt... Szevasz, Alorient, mi a helyzet? Nagy kockán átvinni a törékeny kockát. Hogy lehet ez? Ja, hogy ott rárakod? De hát lefújja a szél. Ha ott, arra. Gondolsz, hogy oda rárakni. Esd le legalább. Arra gondoltam még. Ezt ide átszopkodjuk. Itt lehelyezzük. És nem fújja el semmi. Szállj le! Jó, és hogy innen nem látok rá? Na várjál. Ezt most így trückösen kell megoldani. Ezt így úgy. Úgy. Viszont most merről fúj a szél. Arra. És ha ide lerakom, vajon elfújja a szél? Vagy ez még szélárnyéknak számít? Simán szélárnyék. Miért? Mindjárt gondoltam, hogy kettőt nem fog eltolni egyszerre. Ezzel most csak az a baj, hogyha ezt a nyomi kockát én felveszem, akkor nehogy elfújja a szél. Valahogy így. Vannak, ha az életben vannak kiskapuk, néha ki kell használni. Nem, ezt így nem oldja fel. Aha, hiába kerülöm meg, ezt nem... Pedig az...
Jó, akkor megvárom, hogy feljöjjön teljesen. Hát zseniális, feljött. Ide lerakjuk a következő. Mármint ami ezután következik kocka. Az igen, mekkora egy kavics repült itt át a falon, ami ugye elméletileg leárnyékolja a szelet. Jó, jó lesz így. Jó. Most ha ide rárakom, erre hiába rakom rá, erre a kockára. Erre a szél egyből elviszi. És nem jön itt fel valami? Hát nem, még véletlen sem. Várjál már! Hát itt is van szélárnyék. Itt. Megijedtem, hogy nincs. Fogjuk rá. Kinyílt, jó, mehetünk. Micsoda izgalmak. Vajon két kocka fog le... két kocka jött le, hát ezt soha nem gondoltam volna. Célirányváltás. Most kéne így megnézni, merről fúj a szél, mikor nem látszanak a szél erő irányvonala. Jaj, tudtam, hogy ez lesz. Van még doboz? Oh yeah. Ezt rá kéne tenni. Oda a mágnesre. Zseniális. Innen átpáradunk erre a másik platformra. Úgy. Megfordítjuk a szelet. Felkapjuk a kis kocka. Hú, várjál, mert ez így gond. Hát így eltűnik a platform. Az így gond. Most hol a kocka? Ja, itt. Valami így, valami. Nyilván. Na még egyszer, akkor hát ha így itt így át, akkor összetörik. Nem jó a szög. Meg azok a szögek sem, amikből felépül, de hogy... valahogy így ejteni kellene, hogy így... Na, most ezek nem tört össze, most egy fél óra még kiesik a játékban.
semmi baj. Van még. Dobom így. Sok volt az erő. Nem bír magával. Úristen! Hogy lehet így csírelni nálam? Szerintem be sincs állítva. Köszönöm szépen. A 100-as csírt. First cheer ever a csatornán. Úgy meghatódtam. Köszönöm. Ennek örömére szerintem ma egy óroszán keresztül ezt a dobozt fogjuk így dobálni. És nem direkt. Ó, tényleg, nem is mondtam. Nándor, köszönöm szépen a csírt. Lányos zavaromba itt azt is elfelejtettem, hogy ezt így hogy szokták, hogy így. Meg hát most... Ne haragudj, de hogy eddig így csír szűz voltam, úgyhogy... Az elsőnél mindig bénázok az ember. Na végre! Ez szemétláda. Egyszer nézel az ember. Vajon hol lehet Félix? Hova tűnt? Hopp, itt van. Na! Igen? Innen át tudok ezzel így oda. Ezzel nem beugrani. Hát akkor folytatjuk a doboz dobáló kihívást. Ja, berajzolom egy alkoholos félccel a monitorra, hogy melyik az a szög, ahogy jó. Ha véletlen szükség lenne még ráma. De úgy látom lesz. Lasz. Így kell, nagy keményben. De még jól is nézett volna ki, hogyha direkt csinálom. Meg mondjuk van haszna. Sok. Nem bír magával Félix. Nem tudja csak úgy oda pattintani, hogy így jó legyék, hanem inkább szana széttöri. Reggel megivott egy akkora olivás kakaót, hogy így nem tudja csak így oda átejteni. Ez vagy az van, hogy itt így áthajítja az egész pályát, vagy leejti. Na végre. Jó. Nagyon jó. Így fúj a szél, mint állat. Hát jó, ez egy nagyon halvány regény. Remény volt, hogy elérem. Innen. És ez mit csinál? Miért gondolom ezt így hiába, innen hiába. Telelem meg. Hát igen, ez így nem hat rá. De hogy... így fúj a szél. Azt én ott lerakom, hát ezt úgy retek gyorsan fogja lefújni. Jó, megvan. Nem ezt. Nem? Ezt nem tudom áthúzni. Közben eljebb toljuk. Miért nem? Hogy? Hogy? Még egy kicsit? Hogy? Ja. Na, te doboz. Te nem tudsz? Miért is érném el? Nem. Pedig az volt a
az ötlet, hogy azt áthúzom ide. Jó. Ilyen durva, hogy egyből nem hat rá a szél sem ennyire. Na Félix, most mutasd meg! Kicsit sok lett. Áó, ráesett a sarkára ez a rohadt nagy doboz. Gyanítom, hogy nem így kell amúgy megoldani. De... azért kipróbáljuk. Hey, miért mozdult meg a... másik dobozom? Ajaj. Kitakarja a szelet előle. Jó, kicsutkázzuk, úgy. Valahogy így. Nem akarja a fizika, hogy ott megálljon. Emelkedj, emelkedj szépen, emelkedj, úgy. Legalább leesett a másik is. Jó, akkor áthozom így egyességgel. Vagy ezt is lefújja, vagy? Nesza. Ez megint nem az a gomb volt, amivel ezt valójában le kellene szabályosan helyezni. Vele nem tolnád rá a falra. Jó. Nagyon jó. Zseniális. Ahogy. Itt nincs hely két doboznak. Ez kb. Ennyi időt repül el. Ezt nem tudom beforgatni, úgyhogy jó legyen. Mik így. Jön a következő doboz. Mondjuk... nem tudom, hogy át lehet a váltani, hogy melyik dobozt akarom átszipkázni. Ha itt mégiscsak sikerülne úgy lehelyezni. Állj meg! Állj meg! Nem állt meg. De már csak elférnem. Jó, csak a súlypontja ne billenjen el. Ó, hát még van egy csomó. Jó, nagyon jó. Óvatosan, lassan. Nem, ezt nem így kell.
akkor hogy? Az itt a kérdés, hogy vajon ezt a két lebegő fos platform, mármint ezt a két lebegő csodálatos fújós platformot, ez a szélgenyó irányítja-e? Mert ha igen, akkor mi lenne, ha ezt akarnánk ki? De ja, most rossz a szélirány. Ez az zseniális. Ez az. Annyira jó. Na gyere ide, te doboz. Nagyon jó, hú de jó. És működik. Most nem is jó a szélirány. Álljál vissza! Hogy? Hát... azt nem értük el. Majd ami újjá születik. Jó. Nagyon jó vagy. Így is jó. Ezt így gyorsan kell majd, hogy így... hű! Ez az? Ez az? Most már fúj. Ó, most poncol. Oh, végre egyszer a játékban segített a párkány. Vagy egy perem. Ja, megint rossz a szélirány. Miért? Honnan a véleres tökömből szedte azt a játék, bazd meg, hogy ha erre nézek így, akkor én azt a tetűdobozt, ami mögöttem van, azt akarom megemelni. Menj utána te is. Zseniális. Az ott közben amúgy láttátok, hogy átjött a falon. Az a platform. Az. Mikor azt az ember, hogy már nem érheti meglepetése a Félixben, mindig van valami. Só az irány.
ez az? Az igen. Lett egy kis perdületi sebessége. Én meg ráhaladtam a nyelvemre. Nem jó. Most nem jó. Jó? De jó, mert befelé fúj a szél. Ha? Nem leestem. Vajon rá tudom-e tolni? Rá. Zsakális. Kicsit újra. Hát csak ráment. Úgy, óvatosan, messzire elkerüljük a másik dobozt. Zseniális. Nem, valami nem jó. Miért fújta le? Mi van? Ez miért fújódott le? Ezt nekem valaki azt tudná foglalni egy olyan 160 karakterből, maximum 160 karakterből álló üzenetben, hogy ez mi volt? You've done a fair bit of sailing, haven't you, Phoenix? Remind me to tell you about the sea nymphs sometime. Jó hely, repülős rész. De ne csapták és gömb. Most? Most? És hova? Hát gondolom, hogy nem alulról kell ezt megoldani. Aj! Ültem a lábam. Jé, szétdobott a vezérlő. Hihetetlen. Igen? Ezt el is engedhetjük ezzel a lendlettel. Kerül oldalról. Szerint. Gagyi. Értem. Kellett volna tankolni. Semmi baj. Nyugodtan.
Az én streamem alatt bárki bármikor telefonálhat. Sose volt ilyen jó még immortázozni, annyi a helyzet. Az a legfontosabb. Ez nem az a gomb volt, de mindegy. Meg kéne ezt itt csípni. Így. Valahogy. Tudtam, hogy ennyi héjjel lesz. Tudtam. Kár ezt a aténás pajzsos szarakadást rátolni, jobb lett volna oda siklani. Nézzük meg emelről. Csőfoszfor, te is benne vagy még a játékban? Ahogy ott is van egy ilyen kis genyóca. Itt át is lehetne amúgy repülni. Én meg akartam állni pihenni. De gáz, csak át kell repülni. You've done it! All my challenges bested! Come, receive my blessing! You've earned it! Juhu! Mindegyik kihívását megcsináltuk. Minden próbát kiáltunk. Mármint Hephaistosnál. Kiérdemeltük az áldását. Zseniális. Akkor még maradt másfél isten. A csád az áldást. You've done it. Forged in the fires of tempered in the waters of glory. I don't care. I'm just owning the metaphor thing now. Phoenix, take my blessing and forge your path towards the Pantheon. És ez mire jó most vajon? Azt tudom, hogy még Afroditéhoz kell valami új skill. De ezt gondolom ez nem az volt. Kettő per négy. Hát akkor menjünk ide. Ja igen, így ugye cheerleader lettél. Ami így, na mindegy, ne menjünk bele. Ez az. Nagyszerű. Ez még nem az a... Ah, köszönöm szépen az egyfős raidet. Pillanat. Gondolom a szorgos kis moderátoraim éppen nincsenek. De, csak ki kell találnom. Valamiért nem engedte engedni személyiségi okra való hivatkozással azt, hogy host. Nem tudom, mit talált ebben, de mindegy. Köszönöm szépen akkor a host helyetti rédet. Ott van Son Goku felhője, még mindig. De én nem tudok oda felmenni. Ez így csalás. Ez a hang.
Annyira jó, hogy ezen a mapon nem lehet megemászni semmit. Jé, ott van ilyen adamantium. A rozsomák hogy örülne ennek? Mondjuk gondolom semmi, sehogy. De így fel kellene ugrálni, vagy hogy? Még nem leesni, az biztos nem segít. Itt felmászni? Miért is lenne? Ha nem lenne ekkor a végé ára, már rég lenne egy 30, vagy mi 30-60 TI. Hát igen. Az a baj, most a nyerészkedők miatt annyira nem lehet venni semmilyen hardvert, hogy ez hihetetlen. Brutálisan rá van állva mindenki arra, hogy PS5-öt meg videókártyát vesz botokkal. Majd tovább adja a kétszeres áron. Vagyis hát, ha kétszeres áron adja túl, akkor ugye gyakorlatilag kedvezménnyel adta túl. Mert mostában nem néztem, de a karácsony környékén... hogy ez gyullad be ez a tűz. Hogy ez jól néz ki. A karácsony környékén az ilyen 3-4-szeres áron eladott PlayStation-ek azért elég durvák voltak. És olyan nagyon nem értem, hogy miért. Mert egy túl sok PS exkluzív cím amúgy, ami, mármint hogy ami PS5-ös nem jelent meg, szóval, hogy nem maradt ki az ember semmiből, hogyha még nincs meg a PS. Itt a paci. Aha, szóval van itt egy ilyen kiépített út is. Ott is van kis adamantium. Ez igen. Borzasztó milyen árak vannak amúgy. Most tesóm akart használt laptopot venni. Van egy-két bejáratott emberke, aki szerzi be külföldiából a kukázott irodai, meg ilyen nagy cégektől leselejtezett gépeket, és akkor azok vannak felújítva. Hát minimum egy másfeles szorzó van a gépárakon, mondjuk tavaly ilyenkorhoz képest, és csak a gagyia van, ami ilyen nagyon leharcolt. Nagyon durva. Már a használtat sem. De olyan, csak miért nem látom? Ja, mert ez nem... Persze. Hon vagy te, Jány? Valami ilyen központi elemen szoktak ezek így tartózkodni. Levegő. 170 méter fel. Most legalább messzebb kerültünk. Ez konkrétan árésznek a kis része. Hát igen, ugye egyik tényező sem segít rajta, hogy a bányászok megveszik
a normális GPU-t. A nyerészkedők ugye GPU-t is, PlayStation-t is megveszik, és ugye nem túl sok cég tudja ezeket gyártani. Plusz még a Covid miatt mindenkinek is kapacitás problémái vannak, úgyhogy nem egyszerű a helyzet. Ja, ha Isten, som nem gaming laptopot akart venni. Vagy akar. Nem. Nem. Nem sarkján. Hanak ide arkján. Mondjuk most hál' Istennek Elon Muskék is löktek a bitcoin árfolyamon. Csak hogy jó legyen, hogy még inkább vegyen mindenki bitcoint. Ezáltal mindenki farmat építsen meg, nem tudom. Még kevésbé legyen. Sász. Bányászok. Ja, mármint a gamer laptopra a bányászok tudtak rá. Hát gondolom, amit csak lehet. Beállítanak a bányászni. Ez sem az. Tök jó, láttam múltkor egy poszt... Hé, ott van egy, vagy mi, lépcső fel. Láttam egy posztot valamelyik. Zseniális. Hallottam csoportba. Hogy van mobilra alkalmazás, amiben egy ilyen piramis játékszerűen tudsz bitcoin bányászni. Ugye akit meghívsz, az neked bányászik. Mert hogy alapból, hogy egy mobillal egy hónap alatt mennyi bitcoin tudsz kibányászni, hogy az megérje, azt nem tudom. Meggondolom, nem sokat. Jé, adamantium. Milyen jó. Ezeket hogy el fogjuk használni a játékba? Már látom. És meg lejjebből. Hát, oké, most adhatsz ki új izét, coint. Van minden szarból. Van a Dogecoin, ami ugye a meme-ből került ki. Lehet, csak ha nem kapja fel senki, akkor ugye nem sok haszna van. Ha nem megy fel az árfolyam, nem fogják adni-venni. Megnézzük ezt a fát. De jó, hogy itt van. Nem lehet kívánni. Welcome, champion. Nem voltam oda előbb. Wisdom and permitted you to attempt the ascension then. I knew from the moment we met that you were destined for greatness. Really? Because you definitely tried to kill me once. Meh. Meh. That's my point. Most people I try to kill die. Clearly, you were destined for something more. I know you are worthy of the Pantheon, and overcoming my trials will demonstrate that to Father. This is your first step. Ja, már értem, miért nem kell merülve. Wow, itt van mind három. Lesz még három, wow. Jó, egyet még megcsinálunk, csak hogy haladjon. Pereg egy kis Tarkov? Hát, jó menekülést kívánok. Kösz szépen, aztán
rengeteg lootot, meg ilyenek. Meg kösz szépen, hogy benéztél, meg a raidet, meg mind. Egy villámos, hát ez... Na mindegy. Nem akarom elkiabálni. Vajon itt mit kell pakolni? Na még egyszer. 2, 4, 1. Kettő. Négy. Egy. Wow. Jól megtornáztattad nagyon. Mondjuk most ugye nem is nagyon bír többet, de hogy így. Mi van? Szóval itt vannak szobron az összes szereplő, aki a játékban valaha megjelent. És fent meg vannak mellettük kövek. Hephaistos... hogy a viharba kövessem én ezt le. Hoppá, elég nem? Mert nem. Akkor így. Ja, vagy, hogy így a meccés pontba. Áha! És ez úgy marad? Hát ez itt egy isteni Matrix. Ahogy mered. Ez? Hogy megnéztem? Milyen jó vagyok. Ez az? Megvolt, igen, az is megvolt, gondolom az utcsó pedig. A többi szobának nincs itt értelme. Azt a petyár mindenit. Mi ez a hang? Ja, beindult ott az a nagy valami. Nem? Nem. De itt sem látok extra piros lootot. Azok a lépcsők nem voltak itt. Ezt tudod, hogy ez nem volt itt. Hát igen, mert hogy azt ott még... meg kellene oldani a másik oldalt. Ezt. Egy. Kettő. Három. Már a felét elfelejtettem.
Erre kellett ráállni háromszor. Nem? Hát pedig nálam villog. Vagy akkor így vele szembe. Vagy tényleg rá kell lenni így háromszor. Hűha, na ezt most nem értem. Ez egy, kettő, három. Egy, kettő, három, sehogy nem jön ki. Hogy miért ez az első? Nem értem, hogy miért. De hát ami nem megy ésszel, az megy erővel, az kész. Muszáj itt mindig mindent úgy csinálni, hogy a játék szeretné. Ezt most értenem kéne, hogy ez a villogás miatt túrót jelent. Gondolom. Hogy itt... Na, az első villogás ezt jelentette. Ez annyiból gáz, hogy ez most gondolom annak a kettőnek lenne a kombinációja, csak hogy ott azt a bal oldalt rohadtul nem értem, hogy mi alapján volt a villogás. Csak egy kis kombinatorika gyakorlat van. Hogyha bárki érti, nyugodtan felvilágosíthat róla, hogy minek kéne most történnie. Ne! Na,
Állj már rá. Ez amúgy volt az előbb. Hoppá! I'll admit though, smacking Typhon felt pretty good. A bölcsesség sokkal fontosabb, mint az erő. Ezt jól megtanultuk ebből a kihívásból. Még jó, hogy bölcsességgel oldattuk meg. Megint van valami extra stúf. Halvány a fingom, csak mit akar nekem ez villogni, de megint. Ezek mit jelentenek? Ha bárki érti, nagyon szívesen meghallgatom. Gondolta volna, hogy nem a közvetlen mellette lévő átessen. Sok opció maradt. Hogy van még egy negyedik? Na, ez így már szopás. Hát, ki gondolta volna. Mondjuk ezzel a metodikán elindulva... souls across the river Styx in exchange for coin. Super creepy job, if I'm honest. Lehet jó lett volna megérteni ezt, mert gondolom lesz még ezekben a kihívásokban ilyenek, vagy a többi próbában, de ez nem az anna. És oda roppant izgalmak. Ezt egy kicsit sajnálom, hogy már most annyira nem érdekelt most a játék, hogy megértsem, hogy egyáltalán mit szeretne tőlem.
Na nézz. Ez hílel, hogyha hatchetot lövök. Zsár. Mit ezeknek annyira sok haszna lenni. Na jó, van, szerintem ezt így most így lendületből engedjük el, mert ez annyira jó volt. Tekintsük meg a térképet. Akkor itt maradt 1, 2, 3, 5 ilyen kihívás. Egy maradt itt, az 6. Meg gondolom majd még itt lesz vagy 2. Ezt az összes nyomítányt én biztos nem fogom összeszedni, az 200%. Hát majd jövő héten, ha egyszer lesz lelki erőm, tolunk egy ilyen, nem tudom, vagy majd lehet valamelyik péntegen. Nem is ezt akarom, ki akarok lépni ebből a csodából. Tolunk egy ilyen egy grindolós napot, azt végig szenvedjük, de hogy... Hát ez a mai nap amúgy nagyjából meg is mutatta, hogy miért nem jó ez a játék, vagyis hogy nem a játék, hanem a DLC. Ez az a dobozpakolás, meg lefújja, meg a végén egy picit arrébb van, és a fizika lehajítja, de mindegy, hagyjuk. Zseniális ez a játék. Mármint a játék maga jó, csak ez a DLC, ez borzasztó lett. Én nem tudom, ki gondolta azt, hogy a játéknak pont azokra a részeire kell építeni valami extra dolgot, ami nem működött normálisan. Bár mondjuk a Cyberpunkot is kiadták, úgyhogy nem működött egy konzolgenerációra, szóval igazából nem is keresem én itt a indokokat. Mindenki tudja, hogy a mocskos pénzről van szó mindig. Na, szevasztok! Mit tudom én? Mit szoktam én ilyenkor mondani? Nyugodalmas, jó éjszakát, simogassatok meg két pupú tevéket, sétálgassatok, mit tudom én, ganajtúró bogarakkal, igaz, nem tudom mennyire jó, de mindegy. Adjatok egy puszit egy kiskutyának, meg egy kis cicának, aztán simogassatok meg egy párnát, meg ilyenek. Úgyhogy nyugodalmas, jó éjszakát, srácok, találkozunk pénteken. Na pá, puszi! Mua.